Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt egy újabb YouTube videóban. Most már május van, és elkezdődött végre az, hogy jobb idő van tartósabb ideig, és esetleg felmerülhet a kezdő hörcsögtartóknál az, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit kivinnénk levegőzni a hörcsögöt. Úgyhogy a mai nap erről fogunk beszélni, hogy szabad-e kivinni a természetbe a hörcsögöt, akár kitenni a fűre, vagy szimplán csak a ketrecével együtt kitenni akár csak a teraszra, erkélyre, hogy mik ennek a veszélyei, illetve miért nem szabad ezt megtennünk a kisállatunkkal. Ha érdekel téged ez a videó, gyere és tarts velem! Röviden és tömören erre a válasz az, hogy nem szabad kivinni a hörcsögöt se az erkélyre, se a fűbe, sehova, mivel őnekik tökéletesen elég ez a terület, ami rendelkezésükre áll. Ezért is mondja azt mindenki, hogy megvan a megfelelő minimum méretű terrárium vagy ketrec hely, az elég a hörcsögnek, és csak is a lakásba biztonságos helyen szabad kitenni a hörcsögöt. És miért nem szabad kivinni a természetbe? Beszéljünk egy kicsit róla. A hörcsögöknek teljesen elég az a friss levegő mennyisége, amit nap mint nap szellőztetés árán juttatunk be a lakásba, hiszen mi nekünk is elég az a friss levegő, és így ezáltal nekik is elég, és hogyha terráriumban is laknak, felül természetesen szellőzik és kapnak levegőt, így az a friss levegő hozzájuk is bejut. Csak gondoljunk bele abba, hogy mivel a hörcsögök menekülő állatok, és ez véget zsákmányállatok is, így ha akár kézben is ki szeretnénk vinni, levegőzni, úgymond ezzel a céllal, ő nekik a kellemes madárcsicsergés például veszélyforrást jelent, hiszen a levegőből a madarak könnyedén elkaphatják a természetben a hörcsögöket. Nyilván ez nem történne meg, ha most rövid időre kitennénk a hörcsögöt, de ők ezt így fogják fel, stresszesek lehetnek, és ez egy nagyon veszélyes szituáció, hiszen pillanatok alatt a kezedből ki tud ugrani, akárhogyan fogod, megharaphat, és akkor már elengeded, utána viszont rettenetesen nehéz a szabadban elkapni. Természetesen, hogyha elfut, utána már bármilyen más veszély is fenyegetheti, macskák, akármilyen más állatok. Szóval én azt mondom, hogy semmi esetre sem kézben, sem ketrecben nem szabad kivinni, még hogyha nem tud megszökni, akkor sem, hiszen ezek a kültéri zajok számukra veszélyforrást jelentenek, és nagyon megijedhetnek tőle. Ne tegyük le semmi esetre sem a fűbe a hörcsögöt, hiszen ahelyett, hogy cuki hatást keltene, hogy ő ott elkezdi eszegetni, rágcsálni a füvet, rettenetesen nagy fertőzés veszély áll elő, baktériumok, rovarok telepedhetnek meg a hörcsögön, az ők is immunrendszerük erre nincsen felkészülve, és ezek a fűszálak nincsenek előzetesen megtisztítva, akár bármilyen másik állat odapisírhet, hogyha nincsen kutyánk, macskánk, akkor is az éjszaka folyamán számtalan állat elhagyhatja azt a helyet, és odapisírhet, amit ha utána megeszik, a hörcsög betegséget okozhat számára. Arról ne is beszéljünk, hogy nagyon könnyedén elszaladhat, akárha csak megijed valamilyen zajtól, nem tudod egyszerűen olyan hamar elkapni, hogy ne tudjon befutni valahová, szóval rettenetesen veszélyesnek tartom azt, hogyha kivisszük a hörcsögöt. Én gyerekkoromban sajnos elkövettem néhányszor ezt a hibát, amikor nem tudtam még ezt, hogy nem szabad kitenni őket. Szerencsére nem lett semmi bajuk, viszont nem kockáztatnám ezt már így ezzel a tudattal, hogy tisztában vagyok vele, hogy mik azok, amiket szabad, és mik azok, amiket nem. Szóval, ha kezdő hörcsögtartó vagy, én nagyon remélem, hogy te is megfogadod ezeket a tanácsokat, és sokkal boldogabb hőrid lesz akkor. Természetesen arra van lehetőség, ha mindenképpen friss eleséget szeretnénk a hörcsögnek betenni. Készítettem már korábban egy videót azokról a fűfélékről, amit adhatunk a hörcsögnek, tehát lehet ibolyát, margarétát, különféle füveket adni, viszont minden esetben megtisztítva, megszárítva lehet odaadni a hörcsögnek, amit mi előzetesen leszettünk olyan helyről, ahol nincsen nagy forgalom és minél kevesebb állat jár.
A hörcsögöknek elég az, hogyha a lakásba vesszük ki őket, természetesen itt is olyan helyen, ahol nem tud befutni, illetve elbújni sehová, viszont nagyon nehéz akkor kiszedni őket, hogyha bárhova a szekrény mögé alá be tudnak bújni. Én egy olyan helyen szoktam kitenni, ahol teljesen zárt, és tudom kontrollálni a mozgását, és nem tud akkor sem befutni sehova, hogyha netalántán nem bírom elkapni, vagy bármi ilyesmi történik. Nagyon fontos az viszont, hogy esti órákban foglalkozzatok ilyen téren is a hörcsöggel, amikor ők saját maguktól felkelnek, mivel hogyha ilyenkor felkeltjük őket, akkor nagyon idegesek és stresszesek lehetnek. Ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam egy kicsit segíteni, és remélem, hogy hasznos volt számotokra. Ha tetszett, gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk majd legközelebb egy következő videóban. Addig is, sziasztok!